Nagyon jó döntésnek bizonyult a szerb haladó párttal közös listát indítani a szabadkai helyi közösségi választásokon. Ezzel nyitotta meg sajtótájékoztatóját Horváth Tímea, a VMS szabadkai szervezetének elnöke. Kiemelte, ezt a választópolgárok is felismerték. Nem mindegy, hogy helyi közösségeinket milyen emberek vezetik. Azok az eredmények, amiket most elértünk, azt fogják biztosítani, hogy az elkövetkező időszakban is helyi közösségeinket a mi embereink fogják vezetni, a mi programjainkat fogják tovább folytatni, és a magyar közösség és a választópolgárok, a szabadkai polgárok érdekeit képviselve fognak tevékenykedni. Tudjuk azt is, hogy a helyi közösségek hatásköre az elmúlt években lehet, hogy egy kicsit alacsonyabb szintre került, akár vagyonjogi szempontból, akár hatáskörök szempontjából. De számunkra mindig is, sőt a kültelepüléseken mindig is fontos volt az, hogy a helyi közösségeket életbe tartsuk, irányítsuk, közösségi szinten rendezvényeket szervezzünk, rendezvényeket nyissunk meg, kiállításokat szervezzünk, és hogy a kis közösséget éltessük. Horváth Tímea elmondta továbbá, hogy az elmúlt években megkezdett munkákat folytatják. Ebben kiemelt szerepe van a közösségépítésnek is. Ez egy koalíciós megállapodás volt, amit a VMS alelnöke Pásztor Bálint is már lenyilatkozott, és a terveink azok meg is valósultak. 10 helyi közösségben a Vajdasági Magyar Szövetség fogja adni a tanácselnököt, 12 helyi közösségben pedig a tanácselnök helyettest. És a 441 mandátumból 154 mandátumot szerzett a VMS helyi közösségi szinteken. A VMS szabadkai elnöke kiemelte továbbá, hogy 22 helyi közösségben mindössze egy lista indult, viszont a helyi közösségekről szóló törvények nem változtak az elmúlt években. A feltételek tehát mindenki számára adottak voltak, ezért rossz politikai kezdeményezésnek tartja, hogy egyesek a szavazás bojkottjára szólítottak korábban. A Demokrata Párt, a Mozgalom a Polgári Szabadkáért és a Dvér is sem vett részt a voksoláson.